Orbán Tamás barátomat, aki itt az ELTE-n végzett biológusként, a doktori fokozatát is itt szerezte, Heidelbergi Egyetemen volt hosszabb ideig kutatóként, és most pedig a TTK Enzimológiai Intézetében a biomembrán kutatócsoportot vezeti, és egy nagyon érdekes témáról fog beszélni. Köszönöm szépen a meghívást, és hát ilyen érdekes dolog, hogy én vagyok az utolsó élő előadó, akármit is jelentős. És azért, hát köszönöm mindenkinek, hogy ugye a járvány ellenére azért nem ijedtek meg és eljöttek. És az a jó hírem van, hogy tulajdonképpen az a folyamat, amiről beszélni fogok, az RNS interferencia, az vírusok ellen is működhet. Azért magának az előadásnak a meghallgatása természetesen immunissá nem tesz, úgyhogy ezt le kell szögeznem, de azért talán bemutatok egy olyan aspektust, ami reményre ad okot, akár milyen vírusokkal szemben is. És vágjunk is bele, és tulajdonképpen én úgy gondoltam, hogy egy picit úgy helyezem ezt az egészet a kontextusba, hogy elindulunk a humán genom irányából, és kicsit megnézzük, hogy mit is tudtunk az elmúlt évszázadban, ugye a 20. század végén, ugye mi volt az, ami a humán genomról tudtunk, és utána hogyan gyarapodtak az ismeretek, és ez tulajdonképp hogyan csatornázódik be az RNS-ek kutatásába. Ugye hát ez nyilván a sokaknak ismétlés lesz, és ez egy ismert dolog, de azért gondolom nem haszontalan, hogyha ezeket így picit végigveszünk. Tehát, hogy mit tudtunk a 20. század végén, amikor már ugye Mendel újrafelfedezésen is túl voltunk, illetve hát a molekuláris biológia eszköztára már elért olyan feleségi szintet, hogy nagyon sok kérdésre tényleg megnyitott választ tudtunk adni. Csak ugye, hát hogyan is definiáltuk a gént, illetve még ma is részben ugye megállja a helyét ez a definíció. Hát a gén ugye egyrészt egy információs egység, illetve hát egy öröklődő egység is, és hát mindenképpen az volt a mondás, hogy a gének, azok a DNS-ek adott szakaszát jelenti, amelyek első lépésben ugye egy komplementer RNS molekulát kódolnak, amelyek vagy a későbbiek során ugye fehérjét fognak, tehát fehérje szintézishez fognak templátként szolgálni, vagy önmagukban végeznek funkciót. Akkoriban ez főleg arra koncentrálódott, hogy az RNS-ek, vannak olyan RNS-ek, amik a ugye ribosomális RNS-ek, transfer RNS-ek, tehát maga a messenger RNS, ami tulajdonképpen a funkciója az, hogy valamiféle fehérjét állítsunk elő a sejtben. És akkor ugye a molekuláris biológia centrális dogmája ugye azt mondja, hogy az információáramlás az egy irányú, vagyis a DNS-ben kódolt információ első lépésben, ugye, amit úgy hívunk, hogy transzkripció, tehát átírás, egy a DNS meghatározott szakaszáról, ugye egy génről egy átiratot, egy RNS molekulát hoz létre, amely RNS molekula, ez a hírvívő RNS molekula, a translációnak nevezett folyamat során ugye templátként szolgál, és fehérje szintézis képződik. És akkor azt gondolták, hogy főleg ugye azok a fehérjék azok, amik a sejteknek a működésében szerepet játszanak, ez így is van, tehát ezt senki nem tagadta. És hát, hogy az információ áramlás az egyirányú, arra már voltak olyan jelek, hogy ismertük már az úgynevezett reverse transzkripció jelenségét, vagyis tudtuk, hogy vannak olyan vírusok vagy tetrotranszpozonok, amelyek képesek arra, hogy az RNS-ből DNS-t írjanak át, de aztán nagyon sok esetben ugye ott az történik, hogy az átíródott DNS-ről, vagy a képződő DNS-ről ismét RNS képződik, és akkor abból vagy fehér lesz, vagy másképp funkcionál. Ugye reverse translációt még nem láttunk, valószínűleg nem is lesz ez így felfedezve, de alapvetően ez a mechanizmus sem kérdőjelezte meg azt, hogy tényleg van egy ilyen egyirányú információ áramlás a fehérjé felé, és akkor ennek tudatában ugye indult be például a Human Genome projekt, aminek az volt a célja, hogy jó, hát akkor ismerjük már a DNS-nek a kémiai szerkezetét, ugye 1953-ban Watson és Crick ezt pontosan felmérte, és azóta ezt nagyon sok szempontból vizsgálták, és ugye feltettük azt, hogy na jó, akkor szeretnénk megismerni a fehérjéket, és az emberi genomban, meg más genomokban is kódolt fehérjéket, mik vannak, egyáltalán ismerik meg a genomot, ugye? Ami nem jelentett más, mint itt ugye a DNS szerkezetét láthatjuk, az egymással szemben található, ugye a DNS kettős szálában egymással szemben található bázisok sorrendjét, hogyha megfejtjük, az egész
emberi génállományra, ugye az összes kromoszómánkra, mitokondriális genomra, akkor tudni fogjuk az összes fehérjét, és valószínűleg ezzel közelebb kerülünk annak megértéshez, hogyan működik ugye a sejt. És akkor ugye voltak különböző becslések, hogy hány génünk van, és itt a géneknél általában a fehérjék kóduló génekre gondolt mindenki, annak ellenére, hogy tudták, hogy vannak azért olyanok, amik nem fehérjék kódolnak, tehát ribosomális genek, de mindegy. Kérdés volt, hogy hány fehérjék kóduló génünk van, és a különböző laborokban detektált fehérjék és egyéb eredmények alapján azt becsülték, hogy ezt a fehérje mennyiséget, amit itt látunk, olyan 100 000 gén fogja kódolni. És hát akkor az emberi genom, tehát az emberi genomkövetnek az első piszkozati szekvenciája, ugye 2001-ben lett egy olyan első piszkozat, amiben már elég jól annotált régiókat lehetett találni, hát a borzasztó nagy csalódásként ugye az volt ebből kiolvasható, hogy hát annyi génünk, amennyit vártunk, azért nincs. Van 30 000 génünk körülbelül, és aztán az évek során, ahogy egyre ment előre az annotáció, ez egyre kevesebb lett. Itt előszedtem egy ábrát Perrington-tól 2015-ből, nyilván azóta finomodtak még ezek a számok, de azt hiszem, hogy nem is az a lényeg, hanem tényleg a tendenciák. Ugye itt két probléma volt, az egyik az, hogy a várttal szemben sokkal kevesebb fehérje kódoló génünk van, és ami még zavarba ejtőbb volt, hogy ezek mindösszesen úgy tűnik, hogy a teljes emberi génállománynak körülbelül ilyen 2%-át kódolják. A többi pedig, hát igen, mi a többi? Ez volt a kérdés. Ugye ha megnézzük itt a gének számát, és tényszerűen most idehoztam egy vírusnak ugye a génjét, hát influenza vírusét, az egyikét, 11, nem is érdekes, hát elég, nyilván neki elég 11 gén, fehérje kóduló gén arra, hogy fertőzön, de hát látszik, hogy ugye ez egy milyen kis szám, amivel ez tulajdonképpen nem is kérdés, ugye mindig, hogy élőlényeket tekintjük a vírusokat, vagy sem. De ha megnézzük az esélyi a pólit, akkor ott 4150 gén találunk, megyünk tovább, a gyümölcslény, a kedvelt modellorganizmus drozofila, hát ebben azért már jócskán találunk géneket, de hát ezt is várjuk, hiszen ez egy többsejtű organizmus van, feje, szárnya, sok mindene, tehát indokolt azért talán, hogy legyen ennyi génje. Az zavarbejtő dolog azért az volt, hogy ennél az embernek nincs annyival több fehérje kóduló génje, mint amiről mi gondoltuk, hogy a komplexitáshoz kell. Ugye a másik érdekesség, hogy azért nagyon sok olyan genomot ismertünk már akkor is, aminek bizony több fehérje kóduló génje van, mint az embernek, például a szőlőnek. És akkor fel lehet tenni a kérdést, hogy a szőlő komplexebb, mint az ember? Hát mondjuk lehet bort csinálni, emberből nem annyira, de azért itt látszik az, hogy nem feltétlenül a géneknek a számával és a fehérje kóduló gének számától függ a komplexitás. Na de hát akkor mitől? És ez több problémát is felvetett, nagyon sok szempontból ugye analizálják és vizsgálják a mai napi, ugye az emberi, nem csak az emberi génállományt, hanem a modellállat, a génállományt is. Ugye két problémára hívnál fel ezt a figyelmet, hogy egyik, hogy hol a komplexitás, tehát hogy definiálják a komplexitást, és hogy tudja ennyi fehérje kódoló gén azt a sokféle fehérjét kódolni. A másik pedig, hogy mi van ugye a genom többi részén, azon a 98%-on, ami ugye így megmaradt. És ahhoz, hogy ezt egy kicsit megnézzük, ugye az első lépésben ugye vessünk egy pillantást arra, hogy néz ki egy érett eukarióta messenger RNS. Ugye ennek 5-vesző-3-vesző irányultságát, hogyha nézzük, az 5-vesző végén van egy ilyen speciális nukleotid szerkezet, ez a sapka vagy cap szerkezet, található rajta nyilván a translációs start és stop kodon között elhelyezkedő fehérjékóduló szekvencia, ha most a fehérjékóduló géneket nézzük. Vannak rajta olyan nem transzlálódó szekvenciák, amikről már korábban is lehetett tudni, hogy azért valamiféle szabályozó szerepük van, ezekre majd még visszatérünk, és ugye jellemzően zömében ott van egy háromvesző végi poly-A szekvencia. Ugye azonban, hogyha az ember mondjuk kiválaszt találóra egy fehérje kóduló gén messenger RNS-ét, és ezt visszakeresi a humán genomba, azt nem így fogja megtalálni. Ugye ez azért van így, vagy azért van ez, hogy nem így fogja megtalálni, mert ugye az eukarióta gének, ezek a tipikus úgynevezett hasított gének, tehát hogy a kódoló szekvenciák közé beékelődött egyéb szekvenciák, intronoknak nevezett szekvenciák vannak, és az érés során ugye ezek a szekvenciák kivágódnak, ez a messenger RNS összeillesztődik,
És ezen kívül létezik egy olyan folyamat, hogy ezt hívjuk az összeillesztés, ugye RNS illesztésnek, vagy splicingnak, és ugye létezik ennek egy úgynevezett alternatív formája, vagy egy olyan folyamat, amit úgynevezünk, hogy alternatív splicing, vagyis az, hogy ezek az exonok, ezek nem feltétlenül mindig ugyanabban a sorrendben illesztődnek össze, illetve nem is feltétlenül mindig exonként vagy intronként jelennek meg, ugye, és ez egy olyan folyamat, ami tényleg valószínűleg az emberi genomban is egy kicsit ezt a kevés fehérje kódoló gén által úgymond alulreprezentált komplexitást, ezt tudja kompenzálni. Ugye itt egy, mindig azt próbáltam követni az előadás során, hogy bármire, amire hivatkozom, azoknak megtalálom, tehát próbáltam ideírni egyértelműen a hivatkozásait ezeknek a közleményeknek vagy könyveknek, úgyhogy akit tényleg mélyebben érdekelnek a részletek, akkor utána lehet majd menni. Ugye itt ebben ezen az ábrán látszik az, hogy például egy adott gén messenger RNS-hez hányféleképpen érhet. Ugye különböző régiók kerülhetnek bele, és ugye ennek az is az értelme, azt gondoljuk, hogy nagyon sokszor megfigyelhető az, hogy egy-egy exon, ezek ugye kisebb régiók, ezek egy adott fehérje egységet, domaint kódolnak, ami önmagában is ugye képes mondjuk feltekeredni, és az evolúció során ennek az lehet az értelme, hogy ilyen az exon shufflingnak nevezett folyamatról beszélünk, hogyha ezek az exonok valamilyen szerencsés módon különböző mechanizmusokra, ugye egyik génre átkerülnek a másikra, akkor lehet, hogy hirtelen előáll nekünk ott egy olyan fehérje, ami kapott egy komplex, működő fehérje domaint. Tehát az exon shufflingnek tényleg az az értelme, hogy nem kell újra mondjuk nukleotidokból fölépíteni például egy DNS kötő domaint, hanem ezt akár szerencsés módon, szerencsés konstellációban megkaphatja egyik fehérje ugye a másiktól. Tehát ez a komplexitást egy kicsit növeli, tehát akár választhatod elve, de ezen túl nyilván vannak olyan folyamatok, amire most nem akarok belemenni, ami nyilván bonyolítja a helyzetet és a fehérjé komplexitását növeli. Az érdekes dolog, amire még itt felhívnám a figyelmet, az az, hogy magát az RNS splicingot és ezt az alternatív RNS illesztést ezt nagyon korán felfedezték. 1977-ben volt két olyan közlemény, ami érdekes módon itt is ugye megint a vírusok, adenovírusok kapcsán írták le ezt, de azt gondolták, hogy nagyon sok mindenről, amiről később is beszélni fogok az előadás során, hogy igen, leírtunk valami jelenséget, hát a biológia az rettentő diverz, mindenféle zűrzavar van, de ez nem biztos, hogy ez minden génre jellemző lesz. Itt megtaláltuk, van egy ilyen alternatív illesztés, na boom. Aztán később kiderült, hogy ez igenis nagyon fontos jelenség, olyannyira, hogy én a doktori munkám során például az alternatív splicinggal foglalkoztam, és mikor kezdtem az egészet, akkor az volt az irodalomban az elfogadott álláspont, hogy ugye az emberi genomban lévő fehérjekódoló géneknek kb. 30%-ánál lehet megfigyelni az RNS, az alternatív splicing jelenségét. Amikor végeztem a doktorimmal, akkor ez már felment 60%-ra. Most ott tartunk, hogy gyakorlatilag a fehérjekódoló géneknek majdnem 95%-ánál leírtak valamilyen alternatív transzkriptumot, úgyhogy ez a jelenség igenis létezik és nagyon fontos. De ami itt a mi szempontunkból most a továbbiakban ugyanúgy kérdés maradt, hogy rendben, van itt egyfajta komplexitás, de még mindig azzal a problémával is szemben találkozunk, ugye, hogy a kódoló, fehérje kódoló része a humán genomnak, az kb. 2%, ha beleszámítjuk az intronokat, akkor lehet, hogy felmegy 5%-ra is, jó? Ezek a számok nyilván egy kicsit mindig variálnak, pontosítódnak, de az arányokra érdemes itt figyelni, hogy nagyon nagy része a genomnak nem tudták, hogy mi a csodát csinál. Illetve az volt a mondás, hogy ja, hát van benne biztos egy csomó olyan junk DNS, amit csak úgy hurcibálunk magunkkal. Ugye itt nagy viták voltak arról, hogy tulajdonképpen a Darwin evolúció elmélet azért ezt kevéssé engedi meg, bár lehetséges, de inkább azt gondolnánk, hogy egy evolúció során kialakult genomban nem sok olyan elemnek kéne lennie, ami teljesen feleslegesen ott sodródik az élőlényben. Ezeknek lehet, hogy valami funkciója van. Sok ember meg azt mondta, hogy hát nincs. És nagyon sokféle kutatási irány elindult arra, hogy ezt feltérképezzék, ugye különböző genomdiverzitási projektek, egyebek, illetve ezek közül én kiemelnék egyet, az úgynevezett ENCODE projektet, aminek az a, ugye az egy rövidítésből jön, az Encyclopedia of DNA Elements, ami azt jelenti, hogy elkezdték a... Bocsánat, hogy valami furcsa hívásom lesz.
Szóval ezt a humán genom szekvenciák megismerése után elindult egy ilyen tényleg gigantikus, több labort, több országban foglalkoztató nagy projekt, aminek 2012-ben lett egy nagy eredménye, akkor egyszerre több közlemény, ha jól emlékszem, kb. 30 közlemény jelent meg ebben a témában, neves szaklapokban, a Nature-ben, a Genome Biology-ban, Science egyebekben, amik tényleg arra tették föl, akkor a feltették azt a kérdést, hogy na jó, akkor nézzünk meg rengeteg sejtet, rengeteg állapotban, mi történik ezekkel, ezekről nem történik egyáltalán transzkripció, és az a fő üzenete ennek az ENCODE projektnek, hogy de igen, a genomunknak minimum a 70%-a átíródik. Van, aki ezt 80%-ra becsüli, valaki nem. Óriási vita volt megint arról, hogy na most, hogyha mi transzkripciót látunk ugye egy adott DNS szakaszról, az mit jelent? Ugye az egyik tábor azt mondta, hogy hát akkor ez azt jelenti, hogy ennek valami funkciója van. Voltak kőkemény ellenzők, akik azt mondták, na jó, attól, mert még valami átíródik, az nem jelenti azt, hogy funkciója is van, és az emberek, akik ezt mondják, azok teljesen fals dolgok repülnek rá. És akkor egy kicsit az adat még ugye az, hogy a genomunknak a 75%-a átíródik, de nem találtak olyan sejttípust azért, és ez végül is érthető, amiben a genomnak mondjuk 56%-ánál több régió átíródna, de mégiscsak az történik, hogy ha megnézzük ezt a 2 vagy 5%-ot, ami ugye a fehérje kódoló részeket jelenti, mégiscsak van jelentős mértékű transzkripció ez erről a junk DNS-ről is. És hát akkor itt mi van? Hát mi van a géneken túl, ugye? És hát azt tudom mondani, hölgyeim és uraim, hogy hát mit vannak RNS-ek és transzpozonok például. Ugye a transzpozonokról most nem akarok sokat beszélni, mert szerencsés vagyok, és 4 éve is már meghívott egyszer a Viktor, és ezekről tartottam akkor egy előadást. Azt meg lehet esetleg nézni a YouTube-on. Csak annyit szeretnék mondani, hogy tényleg ezek az önző genetikai elemek tartott, ilyen moblis genetikai elemek között nyilván vannak repetitív szekvenciák, illetve vannak szintén fehérje kódoló, transzpozázt kódoló részek, szóval itt nyilvánvalóan van valami átfedés a junk és nem junk DNS között, tehát ez is egy kérdés, de ami viszont nagyon érdekes, hogy ebben az ismeretlen géneken túli világban rengeteg-rengeteg olyan RNS van, úgy tűnik, ami nem fehérje kódoló kapacitással rendelkezik. És hát milyenek ezek az RNS-ek? Na most, hogyha ezeket meg akarjuk érteni, akkor egy kicsit visszakanyarodnék ehhez a molekuláris biológiai centrális dogmájához, mert ezt megnézve, ugye az evolúció biológusok tanakodtak azon, ugye, hogy nyilvánvalóan az élet kialakulása során komplex élőlények, vagy komplex sejtani, életani molekuláris mechanizmusok hogy alakultak ki, és van egyfajta konszenzus arról, hogy kezdetben ugye nyilván nem volt DNS, RNS és fehérje, hanem voltak olyan replikátor molekulák, amik az RNS-ekhez voltak hasonlóak, és azok ellátták egyszerre az információ kódolás és az információ kódolás és az enzimatikus funkciókat is. És ez arra alapozzák, hogy nagyon sok RNS molekuláról kiderült, hogy sokkal rosszabb hatékonysággal akár, de képesek bizonyos enzimatikus funkciókat ellátni, és nyilván kódolnak információt is, amit a reverse transzkripció is bizonyít. Tehát ők képesek arra, hogy valami információt továbbadjanak. És az az elképzelés, hogy nyilván ez az RNS világ elindult a fejlődés során, és akkor az információ tárolás egy sokkal stabilabb molekulának adódott át, olyan antropomorf módon beszélek erről a DNS-nek, és a fehérjék vették át az enzimatikus funkciók szerepét, mert azok sokkal plastikusabbak, sokkal több mindenre voltak képesek, de az RNS megmaradt egy ilyen közvetítő ágensnek, és egyfajta lenyomatként ott maradt az RNS világból. Érdekes módon ugye az ember azt gondolná, hogy korábban az emberek nem tudtak arról, hogy mennyiféle ribonukleoprotein van ugye a sejten belül. Én megpróbáltam összeszedni most így, hogy készültem erre az előadásra, hogy na jó, rendben van, akkor milyen lenyomatai vannak az RNS világnak. Nyilvánvalóan van olyan ribonukleoprotein a sejtben, amiről tudjuk, hogy fehérje és RNS komplexként működik, ez a riboszóma. Rengeteg riboszóma van a sejtben, és a riboszomális RNS-ek elengedhetetlenek a translációhoz, tehát ott látszik, hogy az RNS-nek van valami funkciója. De amikor elkezdtem katalogizálni azt, hogy jó, akkor nézzük meg, milyen ribonukleoproteinek vannak,
egyre többet és többet találtam, amik ismertek volna korábban, ismertek voltak korábban is. Ilyen például a spliceosoma, ami az említett splicingot csinálja, ebben ezek a kis nukleáris RNS-ek vannak. Vannak kis nukleoláris RNS-ek, ami riboszomális RNS-ek módosításait elvégző komplexekben vannak. Aztán a szignálfelismerő részecske, aki nem emlékezne rá, ugye, ez például ez egy olyan ribonukleoprotein, ami a szekréciós fehérjéket irányítja az endoplazmikus retikulumba, illetve onnan tovább. Aztán a telomeráz, aztán a tRNS-ek érését katalizáló RNAZP, szóval tele van a sejtünk olyan ribonukleoprotein részecskékkel, amik őrzik valahogy ennek az RNS-nek az enzimatikus funkcióját, vagy valamit ugye ebből az RNS világból, és az úgynevezett RNS interferencia komplexek is. Ha tovább megyünk ugye itt a fejtegetésben, akkor kiderül, hogy ebben a nem kódoló RNS vagy nem kódoló DNS régióban rengeteg nem kódoló, vagyis fehérjén nem kódoló RNS is van. Egyre több ilyen úgynevezett hosszú és közepesen hosszú, különböző méretű RNS-eket írnak le, és ezeknek egyre komplexebb funkcióját írják le. Ez egy külön előadás része is lehet. Erről én most nem is akarok beszélni, hanem azt emelném ki, hogy tele van az emberi genom is, és más genomok is, kisméretű RNS-ekkel, ezek az úgynevezett small interfering, tehát siRNS-ek, mikroRNS-ek, pRNS-ek és a többi, amelyek az RNS interferencia komplexeket, az RNA-induced silencing komplexet, vagy az RNA-induced transcriptional silencing komplexet jelenti. Szóval rengeteg RNS van a sejten belül, amik ezekről a régiókról íródnak át. Na de mi is ez az RNS interferencia, ha már ennyit beszéltem róla? És akkor még mindig egy kis történeti áttekintéssel folytatnám. Ugye az RNS interferenciát, amit manapság sokszor génycsendesítésnek, vagy akár magyarul is silencingnek szoktak mondani, tulajdonképpen nem teljesen pontos, mert vannak olyan adatok, amikor ezek a komplexek géneknek nem a csendesítését, vagy a mondjuk a kikapcsolását, hanem pont az aktiválását végzik, de azért nagy többségében tényleg mondhatjuk ezt RNS csendesítésnek. Ugye úgy indult ez az egész, hogy megint csak elszigetelt megfigyelések voltak a biológia, a molekuláris biológia különböző területein. Az első megfigyelés, ami az RNS interferenciához kapcsolódik, az gyakorlatilag növényi modellrendszereken jött, méghozzá petúniák. Méghozzá abból indult ki az egész, hogy sokkal színesebb petúniákat akartak készíteni, ugye kisbantagyú molekuláris biológusok, és azt gondolták, hogy miután ők már pontosan leírták azokat az enzimeket, és nyilván akkor az őket kódoló géneket is, ami például a különböző színanyagok szintézisére felelősek, csináljuk meg azt, hogyha több ilyen gént juttatunk be a sejtekbe, ugye akkor már a növényekbe lehetett génpuskával, egyéb módszerekkel exogén DNS-eket bejuttatni, ha bejuttatjuk, milyen jó lesz, még színesebb növényeink lesznek. És az volt az érdekes megfigyelés, hogy ha bejuttatták ezeket a DNS molekulákat, nem úgy színesebbek lettek a levelek, hanem egyáltalán, vagy a szirmok, egyáltalán nem lett színük. Teljesen színtelenek lettek, úgy tűnt, mintha a bejuttatott DNS az endogén, tehát hozzá hasonló géneket, mintha valahogy csendesítette volna. Ezzel túl sok mindent mechanisztikusan még nem tudtak kezdeni, de leírták ezt a jelenséget. Sajnos ki is hagyták őket a Nobel-díjból, tehát ez nem egy szép történet, de ezt mindenképp meg kell említeni, hogy itt indult az egész. Aztán ezzel párhuzamosan 1993-ban jelent meg egy olyan közlemény, amiben az első kis RNS, ma már tudjuk, hogy mikroRNS molekulát írták le. Ez egy C. elegans modellorganizmuson történt kutatásnak az eredménye volt. Itt az történt, hogy ugye ez egy nagyon jó modellorganizmus arra, hogy fejlődésbiológiát és ennek a genetikai szabályozását vizsgálják, és akkor különböző génkaszkádokat próbáltak leírni, és kiderült, hogy az egyik gén, amit ugye mutagenezissel meghatároztak, az nem egy hagyományos fehérjékódoló gén volt, ami utána szabályozott ugye a kaszkádban egy utána következő gént, mondjuk a transzkripciós faktort, vagy ilyesmit, hanem ez egy kis RNS volt, ami ennek a másik messenger RNS-nek a szabályozását végezte. És megint csak, mint a splicing esetében, az történt, hogy azt mondták, hogy lám-lám, találtunk egy nagyon érdekes szabályozási mechanizmust, ez belefér abba, hogy a biológia roppantul komplex, de nem gondoljuk azt, hogy ez annyira általános lenne. Aztán 1998-ban jött az, amiért konkrétan a Nobel-díjat adták, ugye Fire és Mellow laborjából jött ki egy olyan eredmény,
Az első bizonyíték arra, és ez most az SIRL-es útvonal, hogy ők csendesíteni akartak endogén géneket, megint csak C. elegánsban, és ugye azt gondolták, hogy ezt úgy érik el, egy tisztességes fehérje kódoló génnek, ugye van egy messenger RNS-e, amiről ugye a transzláció során képződik a fehérje. Ha mit szintetizálunk egy ezzel komplementer RNS-t, amit bejuttatunk a sejtbe, az ugye hozzákapcsolódik ehhez a messenger RNS-hez, és meggátolja a transzkripciót. Ez önmagában igaz. Tehát ez így valóban így van. De az volt az érdekes, hogy ők jó kutatók módján ugye megcsinálták a kontrollkísérletet is, tehát bejutották ezt az antiszensz RNS-t, tényleg az történt, hogy a cél messenger RNS-ről nem történt transzláció. Bejutották a messenger RNS-nek megfelelő szekvenciát is, az volt a durva, hogy tök ugyanazt kapták. Tehát ugye nem értették, hogy mi van, és elkezdték felgombolítani a kísérleteket, és aztán végül rájöttek, hogy ez azért van, mert szennyeződött a sensz és az antiszensz RNS-e egymással, tehát tulajdonképpen amikor ők azt gondolták, hogy egyiket vagy másikat bejutatják a rendszerbe, valójában egy dupla szálú RNS-t juttattak be a sejtekbe, ami mind a kettő szálat tartalmazta, és ez a dupla szálú RNS volt az, ami kiváltotta tulajdonképp a legerősebben a silencinget. Na hát nem húzom az időt, nyilván ezek a folyamatok mind egy irányba mutattak arra, hogy itt géncsendesítési komplexek, ribonukleó protein komplexek működnek, és ezeknek a közös jellemzője az, hogy ezek a fehérjék közül mindig az argonauta fehérje család egy képviselőjét tartalmazták, és tartalmaztak rövid, egyszálú RNS molekulákat, amelyek úgy tűnt, hogy a specificitást biztosították, méghozzá a bázispárosításon keresztül, tehát amelyik messenger RNS mondjuk komplementer volt ezekkel a szekvenciákkal, arra volt hatás. Jó? És úgy működnek ezek a sejten belül ezek a komplex, itt van egy példa erre, a RISC komplexre, ezeket úgy hívják, hogy RISC komplexek, illetve RISC komplexek, ha pontosabbak ott lenni, tehát RNA-induced silencing komplex, amelyek általában a citoplazmában működnek, és hogyha a sejtmagban, akkor meg a RITS komplex, tehát RNA-induced transcriptional silencing. Itt található az egyik argonauta fehérjének a lineáris szerkezete, és itt jelölve vannak azok a különböző azonosított domének, amik fontos funkcióval bírnak ebben az esetben, és az látszik, hogy a feltekeredett fehérjében ezek a domének ugye meghatározott funkcióval bírnak, itt található az a kis RNS, ami ugye a lelkét jelenti ennek a komplexnek. Látszik, hogy a PAS nevű domén az a pozícionálja a három vesző végét ennek a kis RNS-nek, a MID domén az öt vesző végét. És ebben az esetben az történik, hogy a szekvencia komplementaritással ugye ezek a RISC komplexek mindig szkennelik a bent lévő RNS molekulákat, és ha találnak egy olyat, ami komplementer szekvenciájában ugye a kis RNS-sel, akkor azt megtámadják, és ebben az esetben, ebben a példában ez egy transzpozonnak a messenger RNS-e, endonukleázos hasítással, egy slicer aktivitással elindítják ennek a cél messenger RNS-nek a degradációját. Jó, ez egy ilyen fontos eleme ezeknek a RISC komplexeknek. És hát milyen RNS interferencia útvonalak vannak, most ez egy borzasztó bonyolult ábra, nem fogok részleteiben végigmenni, csak azt akarom megmutatni, hogy három fő útvonal van legalábbis állati szervezetekben, amik az RNS interferenciához közvetlenül tartoznak, az úgynevezett siRNS, mikroRNS és piRNS útvonalak. Ezt azért is mutatom így, mert ezek ugye elkülönült enzimatikus útvonalakon, de hasonló ugye RISC komplexeket gyártanak, és a funkció szempontjából is elkülönülnek. Az siRNS és a piRNS útvonal, azt gondoljuk, hogy az siRNS útvonal, vagy olyan szerint útvonal lehetett ez összesnek az őse. És ezek úgy tűnik, hogy egyfajta az siRNS és a piRNS útvonal egyfajta molekuláris immunrendszerként működnek, invazív genetikai elemek, vírusok és transzpozonok elleni védekezést biztosítanak. Az siRNS útvonal különösen aktív olyan élőlényekben, amelyek nincs adaptív immunrendszere, vagy nagyon gyönge, például ugye növényekben, vagy drozofilában is. A piRNS útvonal pedig
hasonló dolgokat csinál, ezekről azért sok szempontból még kevesebbet tudunk, de ezek úgy tűnik, hogy őssejt, illetve csírasejt specifikusak, és ott védik a genom integritását zömében transzpozonok ellen. Jó? Ezzel szemben a mikroRNS útvonal az viszont egy egészen más endogén szabályozási hálózattá fejlődött, ami a gyakorlatilag a transzkripciós faktorokkal összemérhető bonyolultságú szabályozási, poszttranszkripciós szabályozási hálózatot jelent, és nagyon sokszor a génexpressziónak egyfajta finom hangolását végzi. Translációt is gátolhat, illetve le is bonthatja a messenger RNA-s molekulákat. Látszik az is, hogy ez például egy drozofilából vett példa, látszik az is, hogy azért van átjárás a két rendszer között, illetve humán esetben ugye az SIRNA-s útvonal létezik ugyan, de sokkal visszafogottabb, hiszen ott például a vírusok elleni védekezést azt ugye az adaptív immunrendszer sokkal jobban tudja végezni. A mikroRNA-s útvonal viszont nagyon komolyan működik és nagyon komolyan szabályoz. És én azt gondoltam, hogy hát én szerencsésnek mondhatom magam abban, hogy mindegyik útvonalról egy kicsit foglalkoztam életem során, és a PRNS útvonalról most nem beszélnék, viszont az SIRNA-s és a mikroRNA-s útvonalat néhány aspektusát körbejárnám, ami talán érdekes lesz, és megpróbálom megmutatni azt, hogy ezek mennyire diverz és mennyire izgalmas funkciókat tudnak ellátni, anélkül, hogy fehérje kóroló kapacitással ugye rendelkeznének maguk ezek a kis RNS-ek. Jó? Nézzük akkor először az SIRNA-s útvonalat. Tehát ahogy mondtam, ugye itt általában egyfajta molekuláris immunrendszerről, védekező mechanizmusról van szó, és ennek kiváltó antigénje, vagy mondom, kiváltó triggere, ami ugye a Fire és Mellow kísérleteiből is kiderült, az a dupla szálú RNS jelenléte a citoplazmában. Ugye ezt általában replikálódó vírusok vagy transzpozonok különböző életciklusban generálják, de ez egyfajta sejtidegen dolog, tehát ennek nem kéne ott lennie, és ezt nagyon sok fehérje, többek között egy RNAS-3 nevű Dicer-nek nevezett fehérje felismeri, ami az angol nevéből fakadóan azt csinálja, hogy egyfajta ilyen molekuláris ollóként ezt a hosszú kettőszálú RNS-t földarabolja pici 21-22 nukleotid hosszúságú duplaszálú RNS-ekre, ezeket hívjuk úgy, hogy small interfering RNA-s, tehát az SIRNA-sek, amelyek aztán egy ilyen érési folyamaton keresztül beépülnek ebbe a csendesítési komplexbe. Ennek az lesz például az eredménye, hogy azon túl, hogy egyéb fehérjékkel, például argonauta fehérjékkel asszociálódnak, a kettő szál elválik egymástól, és az egyik vala másik épül be ezekbe a komplexekbe, majd ezek a komplexek ugye elkezdik vizsgálni a sejtben lévő RNS molekulákat, és ugye fognak olyat találni, amivel ők komplementerek, ezek a kis RNS-ek, amik ugye eredetileg mondjuk ebből a vírusból vagy transzpozomból származnak. És megtámadják, és valamilyen szinten elpusztítják ugye ezt a messenger RNS-t. Hogyan csinálják ezt? Hát ennek egy mechanizmusát sikerült nekünk feltérképezni. Itt arról van szó, hogy a szekvencia komplementaritás alapján megtalált RNS-en ugye a RIS komplexben az argonauta fehérje az, ami egy endonukleázás hasítással egy adott pozícióban elhasítja ezt a messenger RNS-t, és utána a sejtben lévő egyéb enzimek ezt az egyszálú maradványt, az ötvesző fragmentumot, meg a háromvesző fragmentumot, ezt gyakorlatilag degradálják. És ez azért jó, mert így hatékonyan és pontosan ugye ezt az RNS-t, ami ugye az eredeti transzpozomból vagy vírusból származik, ezt eliminálja a sejt, és más nem. Ugye rögtön felvetődhet az a kérdés, sok kérdés felvetődhet persze, de az is felvetődhet, hogy szép, de hát ezek az enzimek mi a csodáért nem tudják egyébként ezeket az RNS-eket így magukban leszedni, vagy degradálni, vagy mondjuk endogén messenger RNS-eket ugyanígy megtámadni. Most ahhoz, hogy erre választ kapjunk, ahhoz egy picit meg kéne nézni nem csak a szerkezetét, hanem a térszerkezetét is egy messenger RNS-nek. Nem tudom, hogy ébresztőleg csináljunk egy szavazást, vagy ne, hogy néz ki vajon egy messenger RNS a sejtben. Ha egy ilyen lineáris struktúra, vagy valaki tud esetleg másról, hogy néz ki?
nyugodtan. De nem muszáj, tehát hogyha... Szóval nyilván ez egy irányított kérdés, ha így kérdezem, akkor ezek nem így lineárisan helyezkednek el a sejtben, hanem érdekes módon egy ilyen pseudocirkuláris szerkezetet vesznek föl, ami azt jelenti, hogy a két vége ennek az RNS-nek nincs kovalensen összekötve, de fehérje interakciókon keresztül az öt vesző véget és a három vesző véget felismerő fehérjéken keresztül egy ilyen kvázi cirkuláris szerkezetet mutatnak, tehát nincsen lineáris szerkezet, amit ezek az enzimek, az előbb nézett enzimek ugye el tudnának csípni. És ugye ennek a szerkezetnek egy kicsit előnye az is, hogy a transzláció, amit látható, az, hogyha véget ért egy messenger RNS-en, akkor utána rögtön ezen mehet újra, tehát van egy ilyen, azt gondoljuk, egy ilyen oka is ennek a szerkezetnek, illetve ebből látszik az, hogy ezt a szerkezetet, ezt az endogén messenger RNS-t, ami máshogy néz ki, mint egy vírusé, azt úgy lehet degradálni, hogy vagy valamilyen szinten ugye belecsípünk, és ezt csinálja az sRNS útvonal, vagy ezt az ötvesző, háromvesző kapcsolatot megbontjuk. Jó? Az sRNS útvonal, mint láttuk, ugye azt választja, hogy belevág. Ugye itt valahol az RNS-be. Növényi mikroRNS-ek is néha így működnek. A mikroRNS-ek viszont egy picit más, ugye arról majd mindjárt mesélünk. Szóval az sRNS útvonal az tulajdonképpen egy nagyon hatékony endonukleázos hasító útvonal, és nyilvánvalóan, hogy ennek az is lehet az előnye, és ezt ki is használjuk, hogy mind a kutatásban, mind a orvosi alkalmazásokban az sRNS útvonalakat fel lehet használni, mert hogyha mi szeretnénk egy gént csendesíteni egy adott sejtben, akkor elegendő vagy egy dupla szálú RNS-t, vagy egy kis RNS-t bejuttatni a sejtbe, ami erre a génre specifikus. És ugye ilyenkor felmerül az is, hogy a silencing az sok esetben nem tökéletes, tehát nem tudjuk teljesen mindenre levinni ennek a gének az aktivitását, de lehet, hogy nem is baj, mert olyan géneket is tudunk ilyen módon csendesíteni, amelyeknek a teljes mutációja vagy eliminálása ugye a genomból, az mondjuk letális lenne, és akkor egyfajta ilyen finom hangolással meg tudjuk nézni, hogy hol van az a határ, ahol még ez a gén, ahol még ennek a génnek a működése az elégséges a sejt számára. És hát nyilván orvosi alkalmazásokról is fontos szót ejteni, hiszen sok esetben is vannak is már ilyen kutatások, ugye adott gének, például tumorszupresszor gének, vagy inkább onkogének esetén, ugye felmerülhet az, hogy ezeket a géneket jó lenne ugye csendesíteni a betegekben, és akkor fel lehetne használni ezt az útvonalat arra, hogy gyógyításra például. Jó? Na most a mikroRNS útvonal az egy picit másképp működik, ugye? Azt mondtam, hogy ez egy endogén szabályozási hálózat, ezért ugye ugyan az sRNS-ek esetében előfordul egy-kétszer az, hogy vannak endogén templátok, amiről mondjuk képződtek sRNS-ek, de a mikroRNS-ek esetében minden mikroRNS ott van a genomban, ott van ebben a junkban, amiről beszéltünk ebben a 90%-ban, és amikor ezek átíródnak, akkor az a jellemző, hogy megjelenik rajtuk egy ilyen speciális másodlagos szerkezet, egy ilyen hajtű szerkezet, egy ilyen stem loop szerkezet, amit egy mikroprocesszornak nevezett kis enzim komplex felismer a sejtmagon belül, ez a DROSA és DGCR8-szerű komplex, pontosan, precízen ezt a szerkezetet felismeri, elvágja ezt a stem loop részt, ezt hívjuk prekurzor mikroRNS-nek, és ezt egy speciális transportrendszer, az exportin 5 kijuttatja a citoplazmába. Ott régi ismerős, ugye a DALSER, hasonló módon, mint az sRNS esetében ezt kezelésbe veszi, és levágja ezt a loopot, majd ugyanaz történik a maradék 200 kis RNS-sel, mint az sRNS esetén, beépül ebbe a csendesítési komplexbe, egy argonauta fehérjével, szétválik a két szál, egyik is másik is képződik, és utána megcélozza a cél messenger RNS molekulát. Ugye, kicsit kinagyítva ezt a szerkezetet, az látszik, hogy nem véletlenül van ide ilyen kis buborék berajzolva, mert úgy tűnik, hogy nagyon fontos az, hogy a mikroRNS-ek esetében nem teljes ez a komplementaritás, amit ugye az sRNS-eknél láttunk. Ettől lesz egy kicsit mikroRNS jellege az egésznek. Itt látszik, hogy akkor a DROSA és a DICER-ból végezni vágják, és bármelyik szálból képződhet
érett mikroRNS, ugye ez egyfajta diverzitást is jelent, és mivel ugye a szekvencia egyébként sem ugyanaz, de hát így aztán, hogy van benne egy buborék, ugye a komplementer szálak szekvenciája nem feltétlenül ugyanaz, egy mikroRNS akár, tehát egy gén, egy mikroRNS gén akár kétféle mikroRNS-t is kódolhat, és utána az az érdekes, hogy a RISC komplexben is ez a buborék azt jelzi, hogy ezeknél a mikroRNS-eknél nem teljes a célponttal való szekvencia komplementaritás. Úgy tűnik, hogy van egy kitüntetett régió, ez a MAGI régió, ez a SID régió, ami közel van az ötvesző végéhez a mikroRNS-nek, és talán más részek is helyek közel ugye komplementerek lesznek, de ezáltal egy picit lazább a felismerése ennek a mikroRNS-nek. És el kell akkor itt azt is mondani, hogy attól lesz ez egy ilyen komplex szabályozási hálózat, hogy egy mikroRNS az nagyon sok messenger RNS-re tud ugye rá mozdulni, illetve egy messenger RNS-nek is sokféle mikroRNS kötőhelye lehet, és nem arról van szó, hogy egy ilyen igen-nem válaszsal egy mikroRNS mondjuk kiüt egy messenger RNS-t, hanem mintha egy ilyen finom hangolásról lenne szó, hogy minél több mikroRNS kötődik mondjuk egy adott messenger RNS-re, annál inkább történik meg csendesítése ennek a génnek. Jó? És hát akkor ugye íme, itt van az a junk DNS, amiről beszéltünk, legalábbis egy része, tele van a nem fedélyre kódoló genom, ugye ilyen például mikroRNS-ekkel, amik előfordulhatnak önmagukban, előfordulhatnak klaszterekben, előfordulhatnak intronokban is, tehát előfordulhatnak fehérjekódoló gének intronjaiban is, és ha így nézzük, akkor ugye az intronok is ebből a szempontból akár hasznosulhatnak is. Úgyhogy azt sem tekinthetjük kimondottan ilyen junk vagy haszontalan DNS-nek. És egy olyan, nekünk is volt egy olyan munkánk, amiben nagyon érdekes dolgokat fedeztünk fel, mert kiderült, hogy az intron, attól függ, hogy mekkora ez az intron, ugye egy hatalmas intronról beszélünk, akkor abban akár több kis mikroRNS is belefér, és ez a hagyományos módon, a már írt Drossel, DGCR, vagy Slicer útvonalon érik. De találtunk, egyébként mások is nyilván, nem csak mi, találtunk olyan intronokat a humán genomban, amik nagyon picik voltak, és úgy tűnt, hogy kódolnak mikroRNS-eket. És ebben az volt az érdekes, hogy ugye amikor leírták a kanonikus, tehát a hagyományos mikroRNS égési rendszer, akkor kipróbálták persze a genetikusok mindent kipróbálnak, hogy a mikroprocesszor komplexet, hogyha kiütik a sejtben, mutálják, stb., akkor ugye azt várták, hogy mikroRNS-ek nem lesznek. És ez nem így volt. Nagyon sok mikroRNS eltűnt, de voltak mikroRNS-ek, akik nem úgy megmaradtak, hanem még képződtek is ebben a rendszerben, és kiderült, hogy vannak olyan mikroRNS-ek, amelyek a mikroprocesszortól független útvonalon képesek érni. Ezek az úgynevezett mirtronok, amiket mi is megtaláltunk az emberi genomban, és itt az az érdekes, hogy az történik, hogy az első vágás, amit ugye normál esetben ez a mikroprocesszor végezne, a splicing végzi. Ugye? Tehát akkor az történik, hogy a fehérjekódoló gének rövid intronjaiban vannak ezek az elbújtatott mikroRNS-ek, és miközben ugye a splicing megcsinálja a fehérje kódoló részt, úgy mellékesen gyárt egy csomó mikroRNS prekurzort, amik aztán a Dicer és az egyéb érési folyamatokon átlépve ugyanúgy mikroRNS-ekké érnek, és messenger RNS-eket szabályozhatnak. És úgy tűnik, hogy ennek van jelentősége például az őssejt differenciációban is. Mert van olyan lépése például az emberi őssejt differenciációnak, amikor a drosa és a DGCR8, tehát ez a mikroprocesszor komplex nem működik. Valószínűleg azért, most ez picit nyilván antropomorf megközelítés, valószínűleg azért, mert ugye arra van szükség, hogy nagyon sok mikroRNS leszabályozzunk, tehát hogy azoknak nem szabad működnie, csak adott útvonalaknak, és annak az egyik legjobb módja az, hogy kiütjük a fő komponensét ugye ennek a rendszernek, és van egy olyan alternatív útvonal, ami ennek ellenére a megfelelő mikroRNS-eket mégis legyártja, és elindulhat mondjuk a differenciáció egy adott irányba. És akkor ezt persze itt a kutatások során sok szempontból ezt validálni kellett, csináltunk olyan mutásokat, itt létrehoztunk mi olyan mirtronokat, meg nem mirtronokat is egyébként, amit behelyeztünk a zöld fluoreszcens fehérje kódoló régiójába, és akkor lett ugye itt egy mesterséges intron, és akkor kiderült, hogyha
ezek drossa a DGCR8 függetlenül érnek, viszont hogyha a splicingot meggátoljuk, például azzal, hogy itt mutációt csinálunk a splicing illesztő helyen, akkor viszont, hát ez sajnos annyira jól itt nem látszik, ugye normál esetben ugye ez a GFP összeillesztődik, és ugye zölden világít, ha viszont ezt a mutációt megcsináljuk, akkor nincsen GFP és nincsen mikroRNS sem. Jó? Tehát nagyon érdekes eredményekre jutottunk mi is az úgynevezett junk DNS vizsgálatával. És akkor hát nem beszéltem még arról, hogy nyilván a mikroRNS-ek hatása az most olyan, mint az siRNS-eké? Ők is egy endonukleázis hasítással a cél messenger-tel hasítják? Már az előbb említettem, hogy ez nem így van. Ugye növényi mikroRNS-eknél ez előfordulhat, de az ember, illetve állati mikroRNS-ek esetében inkább az történik, hogy ezt a szerkezetet vagy itt bontja meg a mikroRNS valamilyen módon, vagy elindítja a transzláció gátlását. És akkor ez úgy történik állati mikroRNS-ek esetében, hogy a mikroRNS-ek zömében, ugye mondtam, hogy ez a szabályozó régióknak később lesz szerepe, zömében a három messző nem transználódó régióira tapadnak ezeknek a messenger RNS-eknek, és ott indítják el vagy ennek a messenger RNS-nek a deadenilációját, tehát akkor ugye az történik, hogy a deadeniláció miatt ugye csökken ez a poliálfarok, emiatt ugye az ide kötődő fehérjék is leválnak, és szétválik ez a szerkezet, és abban a pillanatban ezek az egyszálú RNS-es specifikus enzimek eliminálni tudják ugye ezt a messenger RNS-t, vagy mindenféle mechanizmussal, több példa is van, meggátolják azt, hogy erről a messenger RNS-ről fehérje képződjön, tehát a transzlációt gátolják. Most én fel lehet tenni azt a kérdést, hogy miért van ez a kettősség? Tehát miért akkor, ha már el kell tüntetni ezt a messenger, miért nem daráljuk le a csodába? Tehát miért van az, hogy van olyan eset, amikor ugye a transzlációt gátolja a mikroRNS, és itt megáll? És akkor erre az lehet a válasz, hogy pont ez az, ami a mikroRNS-eknek a finom hangolását adja. Mert ugye az megfigyelhető, hogyha egy mikroRNS által megtámadott RNS-ről, messenger RNS-ről transzláció szünetel, az sokszor nem degradálódik, hanem így elraktározódik a sejten belül valahol máshova, de abban a pillanatban, hogy szükség van rá, rögtön elő lehet húzni. Tehát, hogy ez egyfajta úgymond ilyen energetikai kérdés is lehet, hiszen egy messenger RNS-t megszintetizálni, főleg nagy méretű génekről, titin, disztrofin, mit tudom én, ezek akár órákban mérhető ugye folyamatok, és rendkívül sok energiáját felemésztik a sejtnek. Tehát sokszor megéri az, hogy azokat a fehérjéket, amiket aminek a messenger RNS-ét ugye leszintetizáltuk, azokat ne elimináljuk, hanem tegyük félre, és bármikor elő tudjuk húzni, amikor ugye szükség van arra, hogy ezek a fehérjék megjelenjenek. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ettől lesz egy ilyen dinamikus ez az egész szabályozási hálózat, és ettől történik ez a finom hangolás a mikroRNS-eken keresztül. És akkor természetesen a mikroRNS-eknek az orvosbiológiában is van jelentősége. Nagyon sok esetben nyilván ezek endogén fehérjéket szabályoznak, tehát ha ezekben mutáció van, akkor azoknak a fehérjének a működése zavart szenved, és ezt nagyon sokféle betegséggel összefüggésbe hozták, tehát vannak betegségek, ahol adott mikroRNS-ek szintje az gyakorlatilag biomarkerként működhet, illetve ugyanúgy célpontok lehetnek az orvosbiológiai vagy egyéb kutatásokban, vagy esetleges terápiában, és itt megint hazabeszélek, mert volt nekünk is olyan munkánk, amiben kimondottan egy betegséggel asszociált mikroRNS hálózatot kutattunk, méghozzá a placentában expresszálódó mikroRNS-ek esetében vizsgáltuk azt, hogy egy preeklampszia nevű terhességi problémás állapotban milyen mikroRNS-ek lehetnek biomarkerek. Méghozzá olyan biomarkerek, amik a vérből izolálhatók, tehát minél kevésbé invazív módon tudjuk megmondani egy terhes édesanyáról, hogy várhatóan fölépe nála ez az állapot, amit kezelni kell. Ugye ez a preeklampszia az azt jelenti, hogy valamiféle zavar van a méhlepényen keresztül a magzati és az anyai kommunikációban, és legtöbbször azt gondolják, hogy egyfajta hipoxiás állapot miatt ez a zavar, ez az anyában is és a magzatban is komoly
problémákat, ugye károsodásokat okozhat, fehérjeürítés, magas vérnyomás, és hát extrém esetekben nyilván a magzat elvesztése, illetve az édesanyja élete is ugye veszélyben lehet. Ezért mi sejtes modelleken is vizsgáltuk azoknak a mikroelemeknek az expresszióját, amik szóba jöhetnek, és utána Semmelweis Egyetem Nőgyógyászati Klinikájáról kaptunk is olyan mintákat, egészséges, illetve preeklampsziás édesanyáktól, ahol meg lehetett nézni, validálni lehetett ezeket, és akkor kiderült, hogy például egy MIR-kép 210-nek nevezett mikroherens úgy tűnik, hogy a vérben is megemelkedik a szintje akkor, hogy ilyen preeklampsziás állapot van, tehát úgy tűnik, hogy még akár jó prediktív marker lehet arra, hogy az ilyen betegeket kezeljük. Tehát tényleg a mikroRNS-ek nagyon sok szempontból fontosak lehetnek, és vasárnap, ha jól látom, azért az előadás végéhez közeledek, még egy történetem van, amit elmondanék, amit így próbáltam felrázolni, a végén úgy megfogalmazni, hogy a pontosan szabályozott genomiális szemét története. Tehát, hogy tényleg most egy nagyon friss olyan munkánk van, amiben egy nem fehérje kódoló, de nagyon pontosan szabályozott régiónak a szabályozási mechanizmusnak próbáljuk feltárni, és hát nem titok, hogy nyilván ez is a mikroRNS-ekhez kötődik. Ugye mondtam azt, hogy a mikroRNS-ek egyedül is expresszálódhatnak, fehérje kódoló génekben is expresszálódhatnak, vagy nagy csoportokban, klaszterekben is expresszálódhatnak. Nem sok nagyon nagy méretű klaszter van a humán genomban, de van kettő, 14-es meg a 19-es kromoszómán is, amiből az egyik érdekel minket, főleg azért, mert ez a klaszter főleg ősejtekben és placentában expresszálódik. És ez egy hatalmas klaszter, tényleg 107 ezer bázispár hosszú, ez 46 mikroRNS gént tartalmaz, amire 52 mikroRNS éri, mert ugye 52 azért, mert ugye a mikroRNS-eknek azt mondtam, hogy vagy az egyik, vagy a másik karjáról is képződhet élet mikroRNS. És ami izgalmas még ebben a klaszterben, hogy úgy tűnik, arra mutattak a korábbi, tehát nem a mi eredményeink, mások eredményeink, ez az egész nagy klaszter, ez egyben igódik át. És erről ekvimolárisan képződik ez a 52, vagy hát attól függ, melyik szövetről beszélünk, mikroRNS. Ami ugye evolúciós szempontból nagyon klassz dolognak tűnik, mert akkor egyszerre egy hatalmas arzenát tud ugye a sejt felhalmozni. A kérdés, hogy tényleg így van-e? Ugye ezt a kérdést tettük föl, és megnézve ezt a klasztert, még azt tűnt fel, nem csak nekünk, hanem másoknak is, hogy ez tele van egyéb ilyen, szintén a junk-ba sorolt, ugye repetitív szekvenciákkal, transzpozonokkal, alulrepeat transzpozonokkal, amiről azt gondoljuk, megnézve különböző mikroRNS-ek szekvenciáit, hogy mivel ezeknek a mikroRNS szekvenciáknak a seed régiói, meg egyéb részei is elég hasonlók egymáshoz, az azt gondoljuk, hogy ezek az alulszekvenciák abban játszhattak szerepet, hogy ez a klaszter itt kialakuljon egy vagy kevés számú mikroRNS-ből, mondjuk ilyen illegitim rekombinációkon keresztül. És akkor ugye megnéztük ennek a klaszternek az expresszióját ősejtekben és placentákban, és nagyon érdekes volt az az eredmény, hogy itt placenta mintákat és ősejt mintákat mutatok, és azt mutatom be, hogy például egy placenta mintában, ha a teljes sejtben, tehát ezek új generációs szekvenálási adatokon alapuló, vagy új generációs szekvenálási kísérleteken alapuló adatok, azt lehet itt látni, hogy a teljes sejtben lévő mikroRNS poolnak a placentában majdnem ugye 40%-a, tehát hatalmas része ebből a C19NC klaszterből származik, szemben az ősejtekkel, ahol jellemzően ott vannak ezek, tehát ki lehet mutatni, de sokkal kisebb mennyiségben majdnak jelen, ugye a többi mikroRNS-hez képest. Ezt ilyen más reprezentációban is lehet látni. És ugye feltettük azt a kérdést, hogy na jó, akkor tényleg igaz az, hogy ez a 46 mikroRNS gén ez egyben íródik át és egyszerre processzálódik? És az a meglepő eredmény jött ki, hogy placentában igen, de ősejtben nem. És az volt még az érdekes, hogy ezek most itt azt lehet látni, ezek megint mi generációs szekvenálási adatok reprezentálva, méghozzá úgy, hogy minden mikroRNS lókusznál normalizáltuk az expressziót a placentában találhatóra, de lehet látni, hogy a placentában úgy nagy mennyiségben, de körülbelül azonos szinten expresszálódnak a mikroRNS-ek. Érdekes módon viszont a
Az ősejtekben nem. Megfigyelhető egy ilyen tendencia, és ez nagyon érdekes, mert ez egy pozíciófüggő tendencia. Tehát ha elindulok ugye az első helyen található mikroRNS lókusztól, és megyek a 46. irányába, akkor attól függ, hogy a genomnak melyik pozícióban vagyok, attól függően egyre bágyadtabb ugye a mikroRNS-nek az expressziója. És ezt nem igazán értettük, hogy mi van. Most itt nem akarok belemenni a részletekbe, mert nagyon sok aspektusból vizsgáltuk ezt. Transzkripciós szinten történik valami, poszttranszkripciós szinten, és úgy tűnik, hogy valószínűleg poszttranszkripciós szintű szabályozásról van szó, azért is, mert utána validáltuk ezeket az egyes adatokat kvantitatív PCR-rel, néhány így szemezgettünk különböző mikroRNS-eket ugye a klaszteren belül, és megmértük ezeket a szintjeit placenta mintákban, illetve ősejt mintákban, humán embriós ősejt vonalakon, tehát ezek onnan származnak, és tényleg ott is lehetett látni, hogy hoppá, van egy ilyen graduális csökkenés, a pozíciófüggő csökkenés, de ha megnéztük a transzkripciós, tehát a transzkriptum szinteket, a primary mikroRNS transzkriptumokat, ott ez nem látszott. Tehát az volt ennek az egésznek a konklúzió, hogy itt valami történik, tehát az ősejtekben is átíródik az egész cucc egyben, de valahogy ezekből a mikroRNS-eknek a kivágódása az nem ekvimoláris, hanem mintha itt csökkenne a végén, és egy szó mint száz, sok kísérlettel tudtuk azt igazolni, hogy itt arról van szó, hogy ennek a mikroprocesszor komplexnek valahogy lokális koncentrációja csökken ebben az irányban. Amit, hogy pontosan ez magán a transzkriptumon hogy van, azt nem tudtuk, de egy bonyolult ábra jön, erről olyan sokat nem akarok részleteiben beszélni, csak azt néztük meg, hogy érdekes módon ez a transzkripcióból jön. Tehát megnéztük, itt van az első mikroRNS régió, és ennek a hatalmas klaszternek az ötvesző régiójában az upstream szabályozó elemeket tartalmazza, mindig ősejteken, meg placenta mintákon, és akkor megnéztünk nagyon sokféle epigenetikai markert, tehát hisztonokat, DNA szuperszenzitív helyeket, stb. Az egésznek az lett a konklúziója, hogy gyakorlatilag két promóter régióban durván ez, meg ez, az egyik a placentában aktív, a másik az ősejtekben aktív, és ami nagyon érdekes volt, hogy egy másik közlemény kapcsán megnéztük azt kíváncsiságból, hogy ki tudjuk-e mutatni a mikroprocesszor komplexnek az ide történő kötődését. Ami ugye érdekes dolog, mert az azt jelenteni, illetve mondom is, hogy mit jelent, azt tudtuk kimutatni, hogyha kiválasztottunk ilyen DNS hiperszenzitív helyeket, aminél úgy tűnt, hogy laza a kromatin, tehát ott valami szabályozás történhet, és valami szabályozó faktorok, transzkripciós faktorok, mondjuk nanók, vagy ez a tatabox binding fejé oda kötődik, érdekes módon a placenta mintákban, de az ősejtekben nem, ki lehetett mutatni egy chip QPCR-rel, tehát kromatin immunprecipitációt követő kvantitatív PCR-rel, hogy igenis a drosa fehérje az ide köt. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a placentában azért is lehet lokálisan magasabb ennek a mikroprocesszornak a szintje, mert ez már a transzkripció születése, tehát a transzkripció kezdetekor asszociálódik ezzel a komplexel, és akkor a hallgatón, Forti Ábel, aki ezeket csinált egy ilyen stilizált ábrát, ami ilyen kis nyúlszerűen ábrázolja ezt az egészet. Szóval ezek a kis nyúlszerű cuccok itt, ezek jelentenek a mikroprocesszorokat, és a modellünk lényege az, ami tényleg sok szempontból tudtunk igazolni, hogy a placenta esetében a placenta specifikus promóter képes arra, hogy oda toborozza már a transzkripció kezdetén ezt a mikroprocesszort a polimeráz 2 apparátushoz, és kotranszkripcionálisan sokkal hatékonyabban tudja elvégezni ezeknek a mikroRNS prekurzoroknak a kivágódását. Ez kevésbé működik őssejteken, ezt hivatott ábrázolni itt az, hogy itt sokkal kisebb koncentrációban van jelen a mikroprocesszor komplex, és ott van a sejtben, tehát a sejtmagban nyilvánvalóan ezek a mikroprocesszor komplexek, ezek jelen vannak, de valószínűleg számít a lokális koncentrációban az, hogy itt kevésbé sikeresen képes a sejt már kotranszkripciósan oda toborozni őket, és elfogyasztja gyakorlatilag ezeket így lokálisan. Azt gondoljuk, hogy ez nagyon érdekes új mechanizmus.
ami magyarázatot adhat arra, hogy hogyan lehet eléggé precízen szabályozni, szövetspecifikusan, például ilyen hosszú mikro-RNS klaszterek esetében a képződő mikro-RNS-ek mennyiségét. És hát abban is reménykedem, hogy ezt a bírálók is így gondolják, hát majd meglátjuk. Hát ezt be van nyújtva egyenlőre ez a kézirat, majd meglátjuk, hogy mit szólnak hozzá. Úgyhogy én azt gondolom, talán itt az vége, nem most már az előadásomnak, hogy elindultunk ugye abból az irányból, hogy az emberi genom kódoló régiói, ugye a fehérje kódoló régiók, azok nagyon alulreprezentáltak a teljes genomot nézve, és hogy volt egy olyan kérdés, hogy hát ugye a maradék 98-95% a genomnak mit csinál. Nem mondom, hogy mindent megfejtettünk az elmúlt évtizedekben, semmi sem ugye mások ezzel kapcsolatban, de nagyon sok olyan érdekes eredmény látott napvilágot, ami azt mutatja, hogy bizony az emberi genomnak, illetve minden más genomnak is nagyon fontos olyan részei vannak, amit nem a fehérje kódoló kapacitásra építenek. Nagyon sok kis RNS, siRNS, mikroRNS, piRNS található ezekben a régióban. Nem beszéltem ugye részletesen hosszú, ilyen long-non-coding RNS-ekről, ezeken is egyre fontosabb és izgalmasabb szerepük van mindenfélében. Tele vagyunk ugye transzpozonokkal, és hát ki tudja még mikkel. Ugye 10-15 évvel ezelőtt, ha valaki kérdezett volna minket erről, hát azt mondtuk volna, hogy persze vannak mikroRNS-ek, de hát ezek ugye, mint ahogy a splicing, mint ahogy a kis RNS-ek esetében is, azt gondoltuk, hogy hát igen, vannak erre példák, de nem gondoljuk, hogy ez ilyen általános mechanizmus lenne. Most már tényleg úgy tartunk, hogy egyre komplexebb, és nyilvánvalóan ezt vártuk valahol, hogy egyre komplexebb a humán genomnak is a szabályozása. Az volt az érdekes, ugye, hogy a komplexitást nem ott kerestük, ahol eredetileg, vagy nem ott jelentkezett, ahol eredetileg vártuk, illetve ott is van, csak kevésbé, és hát maguk az RNS-ek is ennek a komplexitásnak részei, és hát nagyon fontos, hogy vegyük észre ezeknek a megcsillanását, mondjuk a humán genom DNS-ében. Jó, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, még az annyi fontos, hogy köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik nélkül ugye nem ment volna ez a munka, ők a laborban dolgozó emberek, itt főleg a mértonomos történet az Anita nevéhez kötődik, illetve amit mondtam, Ábel volt az, aki ezt a most a C19-MC klaszternek a működését vizsgálta, és hát természetesen vannak egyéb együttműködőink a Semmelweis Egyetemről, illetve az ÖSEG a laborból, akik nagyon sokat segítettek nekünk, illetve hát vannak ilyen pénzügyi támogatók, illetve hát nyilván köszönetet kéne mondanom az RNS-eknek, amiknek sem az előadás, sem az előadó, sem a hallgatók nem jöttek volna létre, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és válaszolok kérdésekre, hogyha vannak.